itt Magyaródon az 59-es pincének a szőlőültetvényeinél. Első körben egy pár szót azért említenék arról, hogy be tudjuk tájolni, mégis mi az a Carraro, mit jelent maga ez a márka. Carraro Agritalia a munkáját 1932-ben kezdte el. A cég főként hajtáslánci elemekre specializálódott, tehát a legtöbb építőipari és mezőgazdasági munkagépben Carraro hidakváltók találhatóak. Emellett nagy múltra tekint vissza az erőgépgyártások is. Amit most itt látunk, ez egy Vigneto Largo 105-ös erőgép. Amit a gépről tudnunk kell, és ez minden Carraro traktorra igaz, ezekben egy FPT Iveco erőforrás dolgozik, egy 4 hengeres erőforrás, ezek DPF szűrővel szereltek turbodízel motorok, közvetlen üzemanyag befecskendezéssel, gyakorlatilag ami azt mondhatom, hogy nekünk ezeknél a traktoroknál az ütőkártyánk az a hidraulika rendszer, tehát minden gépünkben alapesetben is 100 liter per perc olajszállítással rendelkező hidraulika rendszer található, két külön olajszivattyúval és külön olajhűtővel. Emellett, amit még érdemesnek tartok így a traktor esetében kiemelni, az a külön üzemanyaghűtő. Tehát most lehet azt mondani, hogy erre nincs szükség, mégis az a tapasztalat az ügyfeleink körébe, a felhasználók körébe, hogy a nyári nagy melegbe igenis fogyasztásbeli különbséget tud az generálni, hogyha az üzemanyagnak megfelelő a hűtése. A neves gyártók traktorait is ők tervezik és ők készítik. Pont abból kifolyólag, hogy már több mint 80 év szakmai tapasztalat van a hátuk mögött, nem csak hajtáslánci elemekben, hanem erőgépekben. Nagyon megbízható és kifejezetten az ültetvényes gazdaságok számára szánt, specializált erőgépek gyártásával foglalkoznak. A Carraro traktorok hidraulika rendszere alapesetben is 97 liter per perces olajszállításra képes. Ez két külön olajszivattyú biztosítja és külön olajhűtővel is rendelkezik. Az ennél egyen felszereltebb hidraulika rendszer, ami már közel 130 liter per perces olajszállítást tud generálni. Ehhez már 3 hidraulika szivattyú, és természetesen ehhez is egy nagyobb teljesítményű külön olajhűtő jár. Ez a megoldás a hátsó emelőnek a süllyesztésére, emelésére. Ez természetesen járómotornál mindkét funkcióra van lehetőségünk. Ezt lehet extra felszereltségként tovább bővíteni, mindkét oldalra kihelyezett elektromos kapcsolókkal. Ez még nagyobb kényelmet tud biztosítani a munkaeszközök csatlakoztatása során. Ebben az esetben 3 pár hidraulika csatlakozóról beszélünk, ebből 2 kör detent funkcióval van ellátva, tehát az olajáramlása szabályozható, és minden esetben egy résolaj visszavezetés is biztosított gyors csatlakozós megoldással. Most bemutatnánk a kabin belülről a kezelőszerveket. Azért látszik, hogy méreteimhez képest én is kényelmesen elférek ebbe a Vigneto Largo szériához tartozó kabinba. Ugye a kezelőszervek tekintetében ez a gép, amiben ülünk, egy teljesen mechanikus váltószerkezettel felszerelt gép. Ugye itt található egy irányváltó, egy gyors és lassú fokozatnak a váltója. Alattunk az ülésnél a csoportváltó, és ugye itt rögtön jobb kéznél a főváltó. A gázpedált az belülre helyezték el. Tehát nem kell a lábamat egész nap 45 fokos szögbe kifelé tolva tartani, kényelmesen lehet a gázpedált működtetni. Ugye alapfelszereltségű gépeknél is el kell mondanunk azt, hogy a kormányszögállítás és az ülés állítás az természetesen adott. Amiről még beszélnék, a kabin klimatizált, tehát ez is alapfelszereltség, és most rátérnék egy picit a többi kezelőszerre is. Jobb kezemnél találhatóak a hidraulika köröknek a vezérlőkarjai. A kézigáz, az egy potméterrel üzemeltetett kapcsolóval van ellátva, és alatta pedig a programozható motorfordulatszám. Tehát ennek ott van esetleg jelentősége, hogyha húzamosabb ideig adott fordulatszámon használunk egy munkaeszközt, nem kell mindig az adott fokozatot és az adott sebességtartományt megválasztani, ezt előre be tudjuk programozni.
Navig Alfa Kft. Mezőgazdasági üzletága, a Meződepó várja mindazon ültetvényes gazdák megkeresését, akik a hatékony gépesítés iránt érdeklődnek. Szőlőültetvényekben, gyümölcsösökben utazunk. www.mezodepo.hu